Már az év elején elkezdték a tanszerek gyűjtését a Máltai Szeretett Szolgálat szexádi csoportjának önkéntesei, ugyanis az árak jelentős emelkedése miatt számítottak rá, hogy az egyébként is szűkös körülmények között élő családoknak sokkal nehezebb dolga lesz iskola kezdéskor. A kemény munka kifizetődött, hiszen ezúttal is számos gyereknek tud segíteni a szervezet. Tavaly 210 gyereknek adtunk így konkrétan névre szólóan csomagot, és hihetetlen, de pontosan 210, nem ugyanannak a gyerekeknek, de pontosan 210 gyereknek érkezett be idén is kérelem. Hát ugye most már lesz olyan, aki még kérne, mert ugye azért, ahogy hallják, most jövő hónap elején, mikor a havi osztásunkat tartunk, arra tartalékoltunk valamennyi tanszert, hogy akkor még ott tudjunk segíteni. Az előző évben mintegy 2 millió forint értékben tudtak tanszert eljutatni a segítségre szoruló diákokhoz. Ez az összeg idén megközelíti a 3 millió forintot. Mindez a beérkezett adományokból, áruházi gyűjtésekből, illetve vállalkozói felajánlásokból jött össze. Hát ebben ugye van elég sok használt eszköz, de jó minőségűek is használhatók. Például 82 darab iskolatáskát kaptunk. Hát ezeket 5000 forint értéken tartjuk nyilván, de hát ez a táskáknak a jó része 15-20 ezer forintnál kezdődik, tehát ez egy nagyon nagy értékű dolog azoknak a gyerekeknek, akikhez most eljut, egyébként soha nem lehetne ilyen jellegű táskájuk. Az adományok gyűjtése azonban itt nem áll meg, a szexádi önkéntesek továbbra is folyamatosan várják a felajánlásokat, hogy a helyi és a környező településeken élő családokat segíteni tudják.